Na, sziasztok srácok, Sándor Graf vagyok az Almanat Warfare-ből. Foglalkozunk kicsit többet ezzel a játékkal is, és a prémium tankokon fogok mégis sorba menni, amik nekem vannak. Igazából, és a legújabb szerzeményem a Challenger 1 Wolf. Ugye Wolf az egy nagyon régóta a játékban bent lévő prémium harckocsi. Én azonban most szereztem meg a Black Sea Incursion patch alatt. Bár szemeztem vele a karibkrízis időszakában is. És úgy igazából emiatt nem tudok arról mondani, hogy miken ment át, milyen változásokon ment át, mert nagyon régen bent van, ha jól tudom, a játékban. Alapvetően selling pointként, eladási pontként azt határozza meg neki a developer, hogy azért vegyük meg, mert brutálisan túl a páncélzata, és aki szeret folyamatosan az első vonalban lenni a harcok sűrűjében, annak azt lehet mondani, hogy egy ideális harckocsivá teszi ez a meglehetősen troll páncélzat, és úgy vettem észre, hogy valóban a Challenger 1 itt ebben a játékban tudja önmagát nyújtani. Így brutális páncélzat véri ezt a harckocsit. Ugye a Wolf az ráadásul nagyon komoly kiegészítő páncélok kamerával be van borítva mindkét oldalról. Ugye ugyanúgy láttuk ezt a Premium Abrams-en, és ugye a Challengernek a nagyon nagy gyengesége, a nagyon nagy betegsége a hatalmas nagyméretű pocak, amit kb. Eddig véd le a belső kompozit, és ott már a vezetőnek a szápon dejtől lefelé nem véri semmi. Ugye a két lábát csípőjét, és ott lőszerek vannak odalent. Na hát erre kapott egy Nera páncélt, egy ilyen meglehetősen tuskó nagy vastag kiegészítő páncél van a Wolfon. Nagyon-nagyon-nagyon hatékonyan védi a harckocsit. Igazából az optika dzsungel az, amit spammelgetni lehet, és spammelgetni szoktak is elsősorban a botok. Ja, a PvP lenne az igazi nagy show, mert ott mindenki tudja, mindenki ismer ezt a harckocsit. Ott már lőné a többi játékos a nyakát, és ez a nyak része az, ahol elsősorban ATGM-eknek van meg itt is a kellő átütése. Bár elméletileg az Armor Piercing Fence Table and Discarded Sabo APFSD-eseknek is meg kell legyen az átütése. De többnyire a rakétát azt szoktam sebzés kapni PvE-ben. Itt a PvP sajnos halott, egyenlőre nem igen tudok belőle videózni. Ha fog tudni videózni, akkor majd külön gameplayek lesznek egyébként PvP-ből. Mindenféleképpen, akármilyen tankkal kapok, az tuti, hogy annyira ritka és esemény számban megy, hogy le lesz videózva. Na, talán a szervert váltok, ugye nekem az orosz szervert nem az a fel a játék opcióba, úgyhogy át fog költözni az amerikai szerverre, azt hiszem, és akkor talán. De maradjunk a tárgynál. A nyaka, itt a vezetőnek a periszkópja van, az optikája itt levetőbe igazából a szemből. Torolyforgatást már kaptam, de kaphatnék akár ágyúzávárt is. Ez a kettő itt sérülhet, annyi gyenge pont van. Botok általában nem találják meg. Azért is mondom, hogy teljesen másképpen mutatna a tank, hogyha játékosok ellen menne. Lőszereinket tekintve van egy pár darab hash, ezt a hash-t igazából ilyen moduloknak az ellövésére szoktam megpróbálkozni vele. Arra használom, van benne egy... Hát nem is kell annyi, elég oda 5 darab. És a Terminátornak és más ilyen ehhez hasonló Ramka, stb. A fegyverrendszer szoktam lövöldözni, hát ha. Illetve nagyon, nagyon kicsi, nagyon papír tankokon próbálok vele modul sebzéseket lőni, mert az ilyen kritikus sebzés, legénység kilövés, egyebek, azt nem ennyire díjazza a játék, ugye 120 mm-nél L3A5-ös hashgránát. A kezelő személyt ezt squashnak szokta nevezni a játékban, és a bitek valóságban is inkább azt mondják rá, hogy squash. Mennek érzetek miért. Egyébként a szörp a boltban az kvassra keresed, úgyhogy nagyon vicces nekem a dolog. Egy a lényeg, hogy damage-e 117 és 633 között egy nagyon nagy tághatára mozoghat, és elméletileg 156 mm tud beütni. Hát ugye nyilvánvalóan a lényegesebb, az a 120 mm L27A1, Charm 3, Armor Piercing, Discarded Sable, Fence Stabilized Discarded Sable, tehát egy APFSD-es. Egy koporsószeg, amelynek a damage-e 540 és 660 között ingázik. Igen, az 540-től 600 plusz csőmaxot nem igen szoktam belőni, ellenben 620 mm-nek az átütésére képes, és ha kivesszük azt, hogy best available, ugye akkor csak ez a kettő marad benn. Tehát itt a sima APDS, ami volt ellenben egy meghatározó alaplőszer, az itt igazából nincsen jelen. Auto leszöplő, az úgy látom, hogy confirm. Ki lett véve, még gyorsan bepótolunk, voltunk van, oké, akkor kis javítókészlet. Ja, lehet, hogy csövülve, akkor nem pótolunk be. Ezért nem tudta magának pótolni, rendben van.
Kiegészítések. Én azt mondom, hogy kiegészítésnek a cseré nagyon-nagyon tudom azt ajánlani, hogy legyen egy páncélra nem kell igazából frekventálni, nekünk nem az a lényeg. Mivel ez a tank viszonylag lomha. Hát sőt, kifejezetten lomha. Én nagyon javaslom azt, hogy odaérni lehet, hogy nem fogunk sok helyzethez. Az optikákkal nagyon menjünk rá, mert viszont egy mesterlövészágyút kapunk hozzá. Ez az optika, a kiegészítő optika 25 méter dob látó távolságon, ami higgyétek el, számít, már megtapasztaltam, hogy számít. Ez úgy általánosságban növeli a járműnek látó távolságát. Ha viszont éppen meg is állunk, maga a teleszkopikus irányzék fog kapni 55 métert ezzel a másik optikával, na ez döntés meghatározó mértékben számít, és ugye kapott egy ammórek védelmet, teszem hozzá, azért ennek ellenére, hogy páncélra jól el van eresztve, azzal mindig úgy vagyok, hogy az úgy sohasem át egy MVT-nek. És akkor hasonlítsuk is össze valamivel, mert igazából a Tetris önmagát, meg egy másik olyan szintjében lévő tigretest próbáltam ide berakni, aki szintén csak a páncéljáról híres, mondom, akkor legyen inkább az Abrams, és lehet látni, hogy nagyon szépen pipacs mezőként virít mellette a másik két adnak az alatlapja, tehát igencsak jó összerakott kis prémium harckocsival állunk szembe. Damage-e is mindjárt lényegesen nagyobb a többieknél, a penye is 6-20 az 5-40-ekkel szemben. Nagyon-nagyon számít, a damage per minute 3524, hát klasszisokkal veri a Tactics Challenger egyet is, az Abrams-et is. Töltés ideje is viszonylag jó, 10,21, ugye az Abrams egy picivel tölt gyorsabban, de ezek stockalatok, nincsen rajtuk legénység. Ez úgy értendő, ezen van legénység, itt ezt vegyük figyelembe. Hitpointból 3950 HP-ból gazdálkodik, 3007 a Tech-tri, és csak 3050 egy Abrams. Úgyhogy nem fogunk olyan hamar elfogyni. 640, 275 és 70. Ugye az alváznak a páncélvédelme, a többiek elmélet egész egyszerűen eltörpül. A Tactics Challengernek nem is így csak 380, a frontra ébrezett 400-at. Mind a három ugye valamilyen szintű kompozit. Toronyfrontunk is egy brutálisan troll jószág, 720, 420 és 52. Tetribes csak 650, egy ébresztét csak 530. Tehát azért mondom, hogy eltörpülnek az adatok a többieknél. Max Speed papíron versenyképes nyilván Tetribel meg fog egyezni, mert súlyos is annyi. Ezáltal a lower per tonna arány, igazából fajlagos talajnyomás, mindezek megegyeznek. Tulajdonképpen értelemszerűen nincs eltérés. Gyorsabb a mozgékonya valamilyen az Abrams. Hát a gyorsulási idő is az Abrams-nél lényegesen meg fog ugye ugrani, és sokkal könnyebb is az Abrams, tehát ez is adja azt a fajta mozgékonysági fölényt, illetve a gázturbinás motor igazából. Én abból vezetem meg a dolgokat, meg a sebváltóból. Hát a fordulékonysága 26,99 fok per másodperc, az Abrams sokkal jobban fordul, de a Tech-T értelemszerűen meg fogja verni. Egy nagyon-nagyon jó és életképes MBT-nek tapasztalom. De annyi bosszant benne, hogy ugye megszoktam, megszerettem a kínaiakat, és azoknál azért az a fajta agilitás, mobilitás a harcmezőn, amivel ők rendelkeznek, az jobban fekszik a játékstílusomnak. Ez kicsit szammogósabb, kicsit lassabb, de egy élmény az, hogy csak jönnek és jönnek a lövések, és van olyan csata, hogy 14 000 sebző is lőnek rám, és annyi pattan le. Hogy végre, végre, végre van páncélom. Van egy brutális, troll, szörnyeteg MBT-m, amivel egész nyugodtan, agresszívan pusolhatok, mint a vadbarom, ilyen ész nélkül lehet vele játszani egy kicsit, ha szabad ilyet mondani. Jó, hát nyilván az oldalát nem kell mutogatni, sidescraperni nem kell vele. Nem igazán érdemes egyébként itt szögelgetni. Pici áttír van. M1128. MGS, jó, felettem, aki 8-as. Na, elmegy a Abrams, jó összehasonlítási alap. Centauro 105-ös, vízzel hot. A páncélvadászunk van a rakétásunk, nem messze ez egy rossz, kis PV-je. Zero hour. Kedvelem a pályát. És itt a pálya egyik felét meg tudjuk oldani távolsági harcból. Másik felét meg tudjuk oldani páncélból. Úgyhogy pont a két erőssége. Az, ami ki fog jönni. A töltés ideje vagyok egyébként még jelenleg egy kicsikét lecsóba. Azért az a 10,21 másodperc egy kicsit sok.
majd ha kerültel nem eszek ennyire katasztrofálisan lecsűvülve, most a tírhetes kínai MBT egyszerűen fölzabált a kerítemet teljes egészében, akkor majd egy 1 milliós kerítér meg fog kapni ő is magának, a kiverekszi, már pedig kifogja. Egy jobb ágyazávárt, ez a töltőrendszert. Az majd fog forogni a töltés idejéből, és akkor sokkal használhatóbb lesz. Hát távolsági harchoz félelmetes egy tank. Közelre jelenleg csak a páncélja az, ami ennyire meghatározóvá és erőssé teszi. Na, kis tücsök, kapta is a 609-et. Ez van 3, most már a sebzés be van állítva, hogy lássátok folyamatosan. A bejövő sebzés oldal az valószínűleg üres fog maradni, de nagyon minimálisan. A gépágyó való spammelésednek azt a kis pöcögtetését fogja csak majd számolgatni nekünk. Nem igen szoktam a HP-ból elfogyni. Nyilván azért PvP-ben egy játékosnak a hozzáértése az teljesen más történet lenne. Akkor nem mondom a számokat, mert most már látjátok, igazából próbál koncentrálni a dologhoz. Na most kaptunk egy 3-10-est. 5-88-al megtoroltuk. Ugye az oldalunkba tudott kerülni, igazából úgy csinálta a botocska, hogy kell, beflankelt minket. Sajnos lassú töltésünk miatt nem tudtuk befejezni, igazából ez a viszonylagos lomhasága, azért látjátok, hogy nem egy szélvész a jószág. És a töltés ideje az a kettő, ami miatt sok esetben lemaradok vele helyzetekről, és ez meglátszik ugye a karit hozomba, mert kevesebb sebzést tudok ezáltal bevinni vele, mint mondjuk a kínaiakkal. Ott is a tier 8-tól lesz jó a töltés idő, az a 7,5 másodperc azért az boszorkányos. Hát a dombmászás az igen 17 km órára többet ne nagyon várja, mert 14 az... Ekkora a batán nagy dögnek nem lesz nyilvánvaló az erős oldal, a többitek soha nem tudtak olyan motort építeni az MBT-ikbe, amitől vonzékonyak lettek volna. Egyedül ők előtették ezt a NATO doktrinát, hogy minden elérhető létező üzemanyag forrása képesek legyenek ugye üzemelni. Természetesen azért ez a gyújtás, szelepítés, stb. Azért be kell tájtani a szerelő csapatnak. Azért nem ám úgy van ez, hogy nem ott beszűkülönösen a célzó. Amiatt volt egy kis hiba, szerintem. Szóval nem ám úgy kell ezt elképzelni, hogy akármit be lehetett öntögetni a üzemanyag tartályba, de tény is való, hogy a Challengerek minden létező üzemanyag típussal képesek voltak azért üzemelni. Kisebb rémálmat jelentett ez a kiszolgáló személyzetnek, de megoldható volt. A T-72-esnél valami egyébként egyszerűbb a sztori. Hát nem, hogy valamivel lényegesen egyszerűbb a történet megoldani. Ez a kis dízel, gázolaj mellett kerozinnal is képesek. NATO-ban használt 7-féle kerozinből 5-tel kimondottan jól el tudnak ketyegni. Az RDF vagy az imént bekóstolt minket. Sajnos meghal, de odaér a koporsó szegünk, ami azért szintén vicces. Nem egy lommal lőszerről beszélgetünk. Ez ilyen másfél kilométer per szekundumban indul, aztán ennek ellenére van ilyen. Hát itt távolból alkalmazom, nagyon jó, a páncélzatunk még erősebb, ez még jobban kidomborodik, ez a páncélfölény. A másik dolog meg az, hogy én nem fogok itt nekiállni egy ilyen lassú járású tankkal, 45 km, 46, 47 aszfaltom. Én minden mással legalább 10 km órával gyorsabb vagyok.
Van olyan kínai MBT-nek a turbo feltöltője van rákapcsolód és... Hát mint gyerekkoromban a Knight Riderben az SPM fokozat. Azon egész elképesztő gyorsulásokat lehet vele leművelni. Na ez nem olyan tank. Amiatt is kihasználom a távolsági fölényét. Akkor én megmondom távolból azt, ahová. Nem érek oda. Igen, még mindig kettes vagyok kicsit, bocsánat. De hát mi az nekünk? Szintén brit kis szábre. Rakétásunk. Van egy fajta nagyon javágyos hülyedése egyébként a tanknak. És ezt hiányzik ugye a szovjetes ágyú karakterisztikák már a kínaiakból nekem még. A tágyúra egy az egybe ekte orosz vasak. Tehát ágyus hülyedésük nincs. Fordulunk. Már amennyi cserencsé tud fordulni, ugye? Kő megvan. Na és akkor fontból elméletileg az ATGM-ek ránk a legveszélyesebbek. Főleg egy ekkora, mint ami a ramka fő van szerelve. Gyere babám, nem menekülj. De nem minket lőtt. Nem mint a hiányolná a szervezetem. Most már szerintem érzitek azt, hogy miért... kevés a sebzés. Töltésidő miatt. Ugye most is. Húznak egy pontot. Botocskák a távolban. Jaj, de jó, ezeket a VIP personeket annyira szeretem az életbe, gyerekek. Személyvédelemben is dolgoztam, gyűlölöm. Fú, de megutáltam őket mindegyiket, halljátok. Legkevésbé rosszabb bizniszmen, a legrosszabb a celeb az összes közül. Rühellem őket. Ott van, ami még szerintem nem igen tudott elmenni. Oda gyújtunk még egyet hátra. Megkapja az még attól, nincsen spot alatt. Gyönyörű. Ugye nem kell oda menni, nem kell oda menni. Ez egy challenger, ez megold mindent 3 kilométerről. Már be tudunk letölteni. És már ha van spottunk, ami nem ártalan lenne. 6-10. Mondjuk azok át kéne tölteni hash-re, mert ezekre a kis könnyű járművekre előnyös. Picit még rá segítünk neki a... Oké. Na majd hátulról megcsináljuk a kis csajt. Hesgánatta. Nem, ezt már nem. Igen, azért a hashnek, a squashnek ez a kis 152-es átütése, ezekre már, az Andreasra már biztos, hogy nem elég. Jóformán csak hátulról. Ellenben a szép bonkozott hajtogat rajta puncit, ahol szeretne magának, úgyhogy ez nem probléma.
Na, mozgás közben ez így meglepett. Ez erre tudott minket pattintani. Amúgy nem igen szabadna neki sem. Gyönyörű ez a tank. The town. A többit már megindulnak visszafelé, oké. Okay. Le tudunk mit menni? Ó, lazám. Na, az most felmi helikoptere vagy nem? Azt meg nem mondom, nem tett, de nincsen jelölve célként, úgyhogy... Aha, legjobb, hogy elindultam a másik irányba. A pont felé. Bekerült egy zsiványon a hátunkba. Tetszik a vízeffekt. Jobban hát nem egy War Thunder, de azért... Nekem is nagyon tetszik. Hoppá, hoppá. Vigyáztam. Jött, elfogyott a haver sajnos. Duplán sajnos, nem tudtunk megvédeni egy csapattársat, a másik az, hogy a spottunk is el. Párolgott. Na mindegy, hát a meccset simán lehoztuk természetes módon. Csak az most elég gyengén fog nekünk fizetni. Hát 10k damage 208 000. Nem volt az annyira rossz, egyébként parancsnokokból nekem legalábbis Sabina vágyba hozzá leginkább ő nyesi vágja a challenge-eket. Ha jól hallottam, akkor alapból is Sabina az egyik legjobb challenge-el parancsnok. Föl tudtunk azért szerelni, 2 darab szerelőkészlettel. Operation Starry Night. Megnézzük ezt is, a várakozást azt szerintem... Azt de átugrom, biztos, ami biztos, de nem kell. Reggel 9 óra lesz, amikor videózok. Szintünkben vagyunk. Az már jó. Itt még a néger Jézus sem lő be minket szemből. Közelharc pálya, ugye elsősorban Starry Night. Főleg benne a város az elején. Szóval mindenkinek egy régi jó ismerős ez a pálya. Négy morgós motorhang imádom. T80-val ketten leszünk szerintem a dárra csúcsa, mit tudunk előre menni? Nekünk van páncélunk hozzá, többieknek annyira nem kellene. És az oldaladban ma. Hát az. Sziasztok lányok, megjött a puci.
Hát igen. Most egy kicsit ilyen fraggel leszek talán, de... Kísérleteti, experimentál tank. Most egyébként ilyen július 4 kapcsán egy ilyen nyári akcióban van sztorban, ha valakit érdekel. Tracket bírtak nekünk lőni a srácok, egyébként ennyi volt a bot aktivitásnak az eredménye. Egy track. Nem kevés és nem kiskaliberű fegyverrel lövöldöztök ránk egyébként, de a Challenger az Challenger. Ha se be tudnák lőni, mint a Tactics-nek, akkor nyilván nem állnánk ugyanilyen jól, de hát mint Premium, így... Brutál a cuccos. Azt kerestem a szememmel, hogy hol vannak itt azok a teherautók, mert elméletileg kéne valahol még lennie. Másodlagos küldetés. Be kellene valahogy úgy állnunk, hogy picit a hasát azért tudjuk rejteni. Főleg ha Tactics-sel vagy, nagyon fontos, hogy kerestek egy ilyen hulldown pozíciót. Már onnantól kezdve aztán ti vagytok az éjszaka császárai. És Sarah Knight misszió nagyon kedvező és fekszik a brit tankoknak mindegyiknek, mert nagyon jól lehet ilyen hulldown pozíciókból szedni a botokat. Meg számogatni a lepattanót, hogy mennyire nem tudnak nektek semmit igazából károsítani. Be van ide ütötve a tank, a fűbe, kis domba hasa előtt, legjobb. Ennél több meg jobb. Brit tankoknak nem kell. Amint ezt a körülményt ők megkapják. Le fogjátok hozni a csillagot az égről. Kicsit néha türelmetlen vagyok, és hamarabb oda nyomok, mint ott benne töltve. Másik jó helyet még a dagonyázónak az a széle, abba szoktam beülni. Elénte oda voltam szokva, most már egy ilyen hátrébb is, onnan még jobb. Onnan meg még inkább nem bírnak belőle, és más tankokkal is meg szoktam játszani. Abrams-re is szoktam ott hulldownozni. Ez pedig megint csak egy ilyen pozíció, hogy igazából a hasunk előtt ott a föld, és... Ha van spottunk, persze. Akkor minden le tudjuk szedni szépen a botokat. Jó, azért anya, nem kéne pusolnod. Nagyon előre mentett a srác, nem biztos, hogy jó dolog. Próbáljuk felezni, ahogy töltés idővel bírjuk. Jó, hogy T-80-nal vagy haver, de azért... Te tudod. Nekünk annyiban jó, hogy a T-80 most így beáldozza magát, hogy folyamatosan vannak spottok. A spot alatt tart ugye mindenkit. Látod is kaptál?
előtte, mert onnan el nem indulsz. Na most kaptunk spotot mi is. Nem baj. Három lövésre meg is lett fejtve. Egy Andrász elég gyakori látogató itt. Ha tudtam volna rátölteni időben, előttem volna még a látszott neki. Ezt a pályát ebből a két helyből, sorry, a most állok és az előzőből, az összes challengerrel. 5-össel, 10-össel, 900-össel, mindegyikkel. Meg tudjátok oldani, brit tankkal ezt kell csinálni ezen a pályán. 13k, de nincs ugye, hogyha a töltésének jobb benne, akkor lehetne sokkal több is. Mentem volna a szerződéses missziókra is, mert ott meg módszeresen 16-18k-t össze lehet lőni ezzel is, töltésértől függetlenül. De kis tudalmas lenne mindig ugyanazokon a pályákon menjünk, csak mert én nyomom ott a küldetéseimet. Remélem, hogy PvP, illetve Global Operation-t is fog majd tudni hozni ugyanebből a tankból, illetve minél több tankkal, mert nekem az a dolgoknak a show-ja igazából, én a Global Ops-ot szeretem a legjobban, ha van rá ember. Remélem, amikor a szerveren többen leszünk. 13k damage, 176 000 prémiumakkal, úgyhogy nem a legjobb eredményeket kapom mostanában egyik tankkal se, ide. Igazából ide ebbe a story történetben kapom a jó eredményeket. Illetve a PvP és az emberi globálhoz hozza a legjobb lóvét, de sajnálatos módon az eléggé halott az EU szerverem. Ennyi volt egy ilyen első benyomásos kis bemutató a Challenger 1-esről, mert itt sokkal kevesebb dolgot tudok róla elmondani, mint egy War Thunderbe. Hát ez a rengeteg kiegészítő páncélzattal a két oldalán és a pocakján igazából egy szörnyeteg. És hát ugye ezzel a damage per minute-tel, ezzel a hitpoint készlettel, amivel ő rendelkezik, meg aztán pláne nehéz kilőni. Szerintem az árát legjobban megérő premium tankok közé tartozik még mindig, és már szerintem hosszú-hosszú ideje az egyik legjobb befektetés jelenti. Remélem addig is élvezhető volt ez a kis videó, én pedig Csándor Gróf voltam. Sziasztok!